Az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából a New York-i Liszt Intézet szervezésében Amerikában mutatták be először Koltai Lajos Semmelweis című romantikus történelmi drámáját. A november 30-án hazánkban is bemutatásra kerülő filmnek ez volt a legelső premier előtti vetítése. A New York-i utcán egy exkluzív világpremiér érkeznek az érdeklődők. A film rendezője Koltai Lajos hosszú éveken keresztül Amerikában is alkotott. Nekem ez egy óriási pillanat. A premiernek otthont adó Museum of Moving Image magyar vonatkozású filmtörténeti helyszín is egyben. Olyan korszakalkotó produkciók születtek itt, mint a Szezám utca vagy éppen a Hair. A Mozgókép Múzeuma a híres Kaufman stúdiók mellett épül, gyakorlatilag összeépülve ezek az épületekkel, ami a Paramount Picturesnek a New York-i stúdióbázisa volt, és hát ugye a Paramount Pictures azt, mint tudjuk, egy magyar honfitársunk alapította, és hát a Adolf Cukor most örülne, ha látná, hogy itt most egy magyar film bemutató zajlik. Semmelweis Ignác története hozzátartozik az orvostudomány egyetemes történetéhez. Neve és felfedezései a világon minden orvos számára ismertek. Rájött, hogy a gyermekágyi láz fertőzés következménye, amit sokszor maguk az orvosok adnak át pácienseiknek. Javasolta, hogy mielőtt a betegeiket megvizsgálják, klóros vízzel mossanak kezet, ezt szigorúan meg is követelte. A céljai előtt valami tornyosult, ami gátat vetett be, akkor hajlandó volt elveszteni a temperamentumát, de nullára. Akkor úgy tudott beszélni, az emberek egy féltek tőle. Kórházban nagyon féltek tőle. Egyébként más orvos is, meg a nőrszök is természetesen, a betegek kevésbé, mert egyetlen egy dolog érdekelte, és ez volt még a szép a sorsában, csak a beteg érdekel. A beteg, és hogy mi van itt, amit meg kell találni. Rendkívül népszerűtlenek voltak intézkedései, amivel sok ellenséget is szerzett magának kollégái körében. Tehát ha belegondolunk, a Semmelweis is kapott van Nobel-díjat, akkor van Nobel-díj, de hát most talán ez a film helyettesíti ezt. Én nagyon örülök, hogy elkészült ez az alkotás, mert pontosan arra hívja fel a figyelmet, hogy az embernek az igazáért meg kell küzdenie. A legfontosabb felfedezésénél még csak 29 éves volt Semmelweis, akit rövid időn belül 1848-ban eltávolítottak Bécsből, visszaköltözött Pestre. Egyetlen bűne, hogy a halálos kór ellen küzdött, míg az ellenlábasai féltették tekintélyüket. A tudomány adta lehetőség és tudás a gyarló emberi viselkedéssel állt szemben. Nem véletlen a premier október 23-ai dátuma sem, hiszen Semmelweis küzdelme hasonló hősé teszi, mint az 56-os hőseinket. Semmelweis tulajdonképpen amellett, hogy kiállt a tudományos igazáért, kiállt a magyarságáért is, úgyhogy mindenképpen kapcsolódhat ezekhez a forradalmi eseményekhez. Az amerikai nézők számára is egyértelművé válhat az orvosi forradalom lényege. Mindenképpen ugyanolyan hősünk és a hőseink sorába tartozik, mint akár a forradalmárok, vagy művészeink, vagy egyéb tudósok, nagyisten sportolók. Ők a mi szuperhőseink. Itt Amerikában ezt nehezen érték, mert ők kreáltak maguknak szuperhősöket, de hát nekünk van a történelemben elég. Szerintem egy külföldi számára, mondom, annyira transzcendens a történet, hogy egy ember, aki meg van győződve arról, hogy tud segíteni más embereken, és főleg anyákon és szülőnőkön és kisbabákon, az annyira erős üzenet. És mi magyarok már megszoktuk, hogy adunk a világnak, és nem várunk dicséretet. Az exkluzív vetítés kiemelt támogatója a Semmelweis Orvostudományi Egyetem és a SOTE fenntartója a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány. Nagyon várom a pesti bemutatót. A film New York-i bemutató után a nyugati parton a Los Angeles-i Magyar Filmfesztiválon lesz megtekinthető, majd november 30-ától a magyar mozikban is látható.